Tisztelettel köszöntöm a Jobb Egyenes nézőit itt az Echo Televízió élő stúdiójában, ahogy Schneider Tamás a Jobbik alelnökét, és Juhász Péter a Milla társelnökét, elnökét, vagy a Együtt 2014. A Milla Egyesület elnöke vagyok. Jó napot mindenkinek. Meg a Együtt 2014-nek is a... Az Együtt 2014 az egy együttműködési megállapodás, egy szerződés három szervezet között, annak a Milla tagja. Igen. És ugye volt mostanság egy-két évértékelés a Jobbik részéről, önök is megtartották, és nekem az úgy feltűnt, hogy olyan demokráciában élünk, hogy nem beszélgetünk mondjuk egy olyan párttal, akkor 800 ezer szavazója van, és hogy kirekeztük. De hogy megvilágítjam a dolgot, egy idézetet szeretnék felolvasni nektek. Bár a kutatók elismerik, hogy a fasizmus természete homályos, bonyolult és igen eltérő értelmezéshez vezet, sok mai liberális a baloldal úgy tesz, mint ha pontosan tudná, mi a fasizmus. Mi több, mindenütt fasizmus látnak, kivéve amikor tükörbe néznek. A baloldal furkosbongyalánt használja a kifejezést, hogy kisöpörjék ellenfeleiket a nyilvánosságból. Ugye magam példájáról is tudok számos esetet mondani, de... Miért gondolják, de és köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy miért van a Jobbik kirekesztve, mi ennek az oka? Hát én azt hiszem, ezt külön választanám, ha nem gond. Tehát az, hogy a fasizmussal miért dobáloznak, hogy a nácizmus, vagy egyébként politikai oldalak, ez azt hiszem egyébként egyenrangú a kommunistázással, mint ahogy ma Magyarországon viszonylag kevés kommunista él. De én bízom abban is, hogy kevés náci is. Pillanat, csak ez John Goldberg írta a New York Times egyik bestsellerre. Igen, hát ő valószínűleg nincsen tisztában a magyarországi viszonyokkal megfelelő módon, de a lényeg, hogy Magyarországon ezek a politikai oldalak nyilván azért használják ezeket a kifejezéseket, hogy az ellenségképet kreálják a másik irán, és azért egy olyan megosztottságot állítsanak föl, amikor egy kibékülés az gyakorlatilag lehetetlenné válik. Én a magam részéről nem tudom elképzelni, hogy egy nácival egyébként szóba állnék, és az lenne a tehát akkor a Jobbik itt lévő alelnöke nem náci és nem fasiszt. Hát én gondolom nem, de hogyha kiderülne, akkor én fölállnék. Nem. Tehát ez most kiderült, én sem vagyok kommunista, hogyha ez esetleg bármilyen módon. De erről nem is mondták a jobb oldalon. Világos, csak hát ez a kettő szokott szembeállni, hogy nem mondanák, hát Imre, hát ezt maga is nem tudja, nem. Hogy nem, hát akkor érdemes utána olvasni, hogy én a szélliberál baloldali ügynök vagyok, aki egyébként nem akarok más, mint a drogokat megetetni a gyerekekkel, és akkor vetítenek egy olyan képet, ami természetesen nem igaz, ugyanígy igaz ez azt gondolom minden oldalra. Ellenségképzés, azt hiszem erről szól. Szerintem nagyon fontos viszont, hogy helyén kezeljük ezeket a szavakat, mert a végén, hogyha sokat nácizunk, nem fogjuk észrevenni, amikor valóban nácik jönnek, amikor valóban oda kell erre figyelni, ugyanezt gondolom visszafele a kommunistázásra is. Tehát, hogy nem mindegy, hogy csak úgy dobálózunk ezekkel a szavakkal, vagy pedig odafigyelünk a valós jelentésre. Én azt gondolom, hogy Magyarország többsége, tehát a túlnyomó többség, akik középen állnak szélsőségektől mentesen, azok igazából egy békés, normális országban szeretnének élni, ahol elfér jobboldali ember, baloldali ember, liberális, konzervatív, újbalos, ökopárti, bárki, aki egyébként az ország jobbításáért szeretne tenni. Én ezt múltkor pont itt ebben a műsorban mondtam, jó lenne megtalálnánk azokat a közös pontokat, amikben egyetértünk, és onnan lépnénk tovább. Az az én problémám, és mindjárt az alelnök urakat is adom a szót, hogy 2006 óta Gyurcsány részéről elindult ez a fasisztázás. Hogyha valaki nem tetszett, vagy a világnézete másként értékelte a dolgokat, akkor rámondták simán, hogy fasiszta. Sok olyan jobboldali személyiségről tudok, akit szint úgy megkapta ezt a címkét, sőt már az MSZP lakásokban bejárkál és fotókat készít. Alelnök úrnak mi a tapasztalata a fasizmusról, mármint a címkéről? Én úgy gondolom, hogy Juhász Péternek a szavaival része mindenképp egyet lehet érteni. Tehát az jól látszik, hogyha valaki állandóan ezekkel a szavakkal dobálódzik, akkor az bizony a visszájára sülhet el. Ez nagyon jól látszódott egyébként az SZDSZ kampányában, mikor mindent arra építettek, hogy a Jobbikot náci pártként lefessék, és ennek az lett az eredmény, hogy mi 17%-kal jutottunk be, ők pedig 1%-kal sem értek talán el a választáson. Én amit mindenképp hozzátennék, hogy mi azt látjuk, hogy azok, akik nácizni, vagy fasisztázni szeretnek, és most nem csak a magyar országon élő személyekről beszélek, vagy pártokról, hanem a külföldi sajtóról, azoknak azért van érdekük. Az az érdekük, hogy fenntartják azt a félgyarmati állapotot, ami Magyarországon jelen pillanatban egyértelműen megvalósult már, ez már nem múlt idő, vagy ez már a jelen idő nyilvánvalóan, és erre nagyon alkalmas az, hogyha nácizunk egy országot, lefasisztázunk,
nevezzük akár a miniszterelnökét, akár különböző pártokat, mert ezzel fenn lehet tartani ezt a folyamatos kizsákmányolást. Ha megnézzük, hogy kik azok, akik egyébként itthon is sűrűn hangoztatják a fasizmus vagy a nácizmus, hát bizony azt veszük észre, hogy azok, akik leginkább szétlopták Magyarországot. Vagy éppen bűnözők, és mielőtt... Bocsánat, csak a kiegyensúlyozott tájékoztatás kedvére, azt is tegyük hozzá, mert ezzel egyébként egyetértek, zárójelben, és nem kis zárójelben, egy nagy, jól megjegyzett zárójelben hozzátenném, hogy azok kommunistáznak viszont a legtöbbet, akik maguk is kommunisták voltak. Hoffmann Rózsa példáját hoztam itt talán éppen a múltkoriban, aki ma ugye toppon van a saját szakmája vonatkozásában. Nekem az iskola igazgatom volt, az ős kommunista mintapéldánya, akinek jó, a pártkönyv volt a bibliája. Jó, Borgábor, mert Hór Györgyön, csak kiegészíteni akartam, hogy volt. Tiszta, nem személyeskedni akartam. Beszélhetnénk Martonyi Jánosról, hogy rengeteg emberről beszélhetnénk, aki egyébként a kommunista párthoz köthető figura volt. És az 2014-ben is vannak számos ilyen emberek, de még egyszer mondom, nem személyeskedünk, hogy ha akarod, akkor erről is beszélgethetünk. Jó. De pont, amit az alelnök úr is mondod, hogy a párbeszédnek ilyen hívei vagyunk. Ugye én meg azt tapasztalom most már több évtizede óta, hogy a bűnözés egyre rosszabb állapotba kerül. Tehát a kisnyugdíjastól, a rendőrön át, a pedagóguson keresztül érnek olyan támadások a társadalom részéről, amelyik egyik párt sem vállalta igazán föl. Én magam a Fideszre szavaztam a kétharmadért, tehát most sokan ezért most köszönjük, lehet, hogy megvett. Köszönjük, jó de tettél velünk. De te nem is szavaztál. Igen. Hát jó, én szerintem... Jó tettünk velünk, szerintem annyira nem. Nincs hibátlan kormány. Jó, de... Igen. De én azt mondom, hogy van olyan párt, még ha ezen el lehet vitatkozni, hogy hogy vagy jól teszi a dolgát, mint hogyha tényleg egy verset hoznék ide, és kérem tekintsétek meg az alábbi verset, a Döbrentei Kornél műve, amelyik arról szól, hogy meddig hátrálunk, fiúk. Nézzük meg. Fiúk, hová tűnt a virtus? Hol lakik? Meddig hátrálunk még a mély falig? Szent szűz népe, mintha a szülőcsatorna a feltámadás döktemetője volna, mintha barackvirágból is gyászszag lengne, betemet az abortuszok mocska szennye. Fiúk, ne tűrjük, fonákul essen minden, kockán nyer a sátán, legalul az Isten fügefa levéllel álcázott a pokol, Édennek hiszi az sok elvakított botor. Ocsúdjatok! Az önfeladásnak vége. Maszlak pácolt pecsenye galambe béke, szárnya széjjel tépve, fajják két pofára. Fiúk, figyeljetek a turulmadárra! Ha nem cselédek maradtok, tányérváltók! Trianon óta nem jártak le a váltók. Gonokul csatát állni, esély s számadás. Hunor magor sarjak, fel, s ellentámadás, huszáros választ, intőt, ne csak a mának, féljenek előre is, kik felprédálnak, ne a végső lehetőt, a lehetetlent kísértsük, s akkor a szent korona megment. De veszni se úgy, mint Széchenyi Teleki, a végzetet ne pisztoly cső dörögje ki, óvjuk a teremtés bimbót, a koponyát. Mi tékozlás, ha ólomgolyó robogát is nem gondolat a kiművelt ember főn? Anyaföld látni velőhabos tengerről, nagyár, megérthetnénk, ahogy jusként dukál, létünket élet váltsa meg, ne önhalál. Ne a kopjafát, akkor inkább a kopját, ha sírjaink a globuszt körül is fogják, ne lágy gesztust, mely latrokat ment fel rendre, inkább sújtva, számon kérőn, elrettentve, mint Balassi Zrínyi Petőfi tette itt, s megemlegették a magyarok istenit a cenkek. Szívről szívre kellett vívniuk. Azóta hová tűnt a vitézség, fiúk? Fakó példa lett Bajcsi Zsilinszky Endre kilőni, mert gestapos pribéksereggre. Hol van a fajtánkért aggódó regiment? Gérec s a pesti srácok hadan lepihent kék koporsóba végleg. Álmuknak kiár a hősi való, itt minden férfi végvár. S ma gyávaság sötét bűzmirigye a hold. Bajcsi Horpa töppengőse fényesebb volt, s a tanulság is.
Szabad nemzetté a nyáj úgy válhat, ha egy emberként forradalmár. Fiúk, hová tűnt a virtus? Hol lakik? Meddig hátrálunk még? A mély falik? Úgy gondolom, a vers és a képek elmondtak mindent, de úgy, ha valaki nem értené, a mi problémánk az, és ebben támogatjuk maximálisan a Jobbikot, hogy rendet kéne tenni a bűnözés terén, az erőszakos bűnelkövetők terén. Igen, hát átvéve egy kicsit a szót, mindenképp én úgy gondolom, hogy arról érdemes talán beszélni, hogy az elmúlt 20-22 évnek szerintünk a Jobbik szerint az egyik legnagyobb bűne volt, hogy valóban egy rendkívül szélsőséges liberalizmus lett úrrá ebben az országban, és ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a bűnözők mekkájává változtatta Magyarországot. Tehát akkora tolerancia a bűnözéssel szemben, mint ami Magyarországot jellemzi, sem a környező közép-európai országokban nincs, Nyugat-Európáról pedig már nem is beszélve. És azt látjuk, hogy ez az elmúlt 20-22 évnek a hibája, az beivódott a magyar társadalomnak szinte a lelkébe is. Miről beszélek? Nagyon egyszerűen, hogyha azt látjuk, hogy az utcán adott esetben, hogy valakit bántalmaznak, akkor hát a magyar embereknek a nagy része nem tesz semmit, félrefordul, nem lép fel, még adott esetben rendőr sem hív. Ha azt látjuk, hogy lopják az áramot vezetékről, akkor senki nem lép semmit az ilyen ügyekben. Tehát nyilvánvalóan mi azt szeretnénk, hogyha a magyar társadalomban az az elindult, egyébként már elindult szemléletváltás, az tovább folytatódna, és valóban rend lenne az országban. Nem egy fasiszta rend, természetesen ezt hozzá kell tenni, tehát nem akarunk a végletekbe elmenni. Nem a többség akarata. A többség akarata pontosan, és egy nyugat-európai mértékkel mért biztonságérzete legyen az embereknek Magyarországon, és talán főleg vidéken hozzá kell tennem, mert azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ott a legszörnyűbb a helyzet. Számos törvényjavaslatot nyújtottunk be mi már a parlamentben ezzel kapcsolatban folyamatosan az elmúlt 3 év során. Hát azért azt kell mondanom, hogy sajnos ezek igen kevés vízhangra találtak. És ráadásul ugye a Fidesz hozott egy törvényt, amikor a három csapás elvét behozta a törvényhozásba, és mint látjuk, nincs igazából visszatart ereje. Azt gondolom, hogy alapvetően nem ez a különbség a Jobbik és más pártok között, hogy a többi párt, vagy akár aki liberális, az ne rendezett körülmények között szeretne élni, ne rendet szeretne az országban, hanem a megoldási javaslatok, hogy hogyan érhetjük ezt a rendet, ami nem mindig ugyanaz. Igen, mert hallgassuk meg a népszavazást, hogy akkor tudjuk, mire beszélgetni. Igen, hát hogyha konkrétumot nézzük, akkor most több törvényjavaslatot benyújtottunk már az idén. Ez gyakorlatilag azért történt, vagy legalábbis a kiváltó oka a Sziget-Szentmiklóson történt késelés volt, amikor ugye ilyen fiatalkorú, az egyik fiatalkorú cigány gyerek volt az, aki megkéselt sportolókat. Sziget-Halom, elnézést. És hát ugye nyilván ez egy nagyon komoly társadalmi elégedetlenséget váltott ki, de ez már csak inkább egy utolsó csepp volt a pohárban, hiszen folyamatosan növekszik a fiatalkorúak által elkövetett rendkívül erőszakos bűncselekményeknek a száma. És ezt szeretnénk mi visszaszorítani, és találtunk erre egy olyan lehetőséget, hogy igenis azok a szülők, akik a gyermekeiket adott esetben elküldik rabolni, lopni, vagy eleve úgy nevelik, ha ezt nevelésnek lehet nevezni, hogy bűnelkövetésre szoktatják, hogy így fogalmazzak. Bőrszintől, fajtól el. Abszolút, természetes, ez minden. Hangsúlyozzuk ki, mert ugye mások is nézik az adást. Azok is kaphassanak valamilyen retorziót, egy visszajelzést a magyar társadalom részéről, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát én most mindenképp példaként oda tudnám állítani a családi pótléknak a megváltoztatását, illetve az iskolába járáshoz való kötését, ugye, amit mind teljes mértékben támogattunk, ugye, és most újból belépett a törvénybe.
ez is egyébként egy olyan törvény, hozzá kell tenni, amit azért a szociálliberális időszakban eltöröltek, hiszen a Fidesz kormányzatnak már volt egy ilyen törvény, amikor parlamenti, vagyis kormányzó erő volt. Tehát a lényeg az, hogy ugyanehhez hasonló, hiszen itt is, ott is arról van szó, hogyha valaki nem jár iskolába egy gyermek, akkor a családi pótlékot elveszik. Egy mondat, annyi különbség van e között a mi törvényjavaslatunk és a családi pótlék törvényjavaslata között, hogy ott a gyereket bünteti, mert a családi pótlékról van szó a büntetés, mi viszont azt a szülőt büntetnénk, aki így neveli a gyermekét, vagy éppen, hogyha a börtönből kijön, akkor elküldi lopni, rabolni, mert tudja, hogy és fel is világosítja, hogy ő nem fog büntetést kapni. Péter, így átadom a szót, nekem csak két észrevételem lenne. Az egyik egy olyas forma, hogy amit nekem ebből hiányzik, legalábbis az én baráti körömből, hogy miért nincs ez a felnőttekre is kiterjesztve, mert igazából a cigány vagy az ilyesfajta bűnelkövetők családi köteléke sokkal erősebb. Tehát visszatartó erőbb lenne, ha mondjuk a felnőttekre is kitérne. Szerintem kevesebben vannak azok, akik gyermekkoruként követnek el ilyen súlyos bűncselekményeket. És itt a másik kérdésem, és itt más által is adom neked a szót, hogy ezt nem tudja támogatni a Együtt 2014, vagy egyáltalán elmegy szavazni, vagy mit fog tenni? Jó, tehát befejezném az előző gondolatmenetet, jó? Tehát, nem a Jobbik felvetéseivel, mondt kérdéseknek a felvetésével nem azzal van gond, hogy rendet szeretnénk az országban, vagy nem rendet, hanem a megoldási javaslatokkal. Ez is, az én véleményem szerint, és azt gondolom, hogy aki demokráciában, jogállamban gondolkozik, annak egyezni fog az ízlése az enyémmel abban a tekintetben, hogy mást nem büntethetünk azért, amit valaki családtagja adott elkövet, ez a kollektív bűnösség elve, amit 3-400 éve egy európai jogállamban nem engednek meg. Utoljára, és akkor ebből következtet ez a sok nácizás, meg ez, utoljára ilyet a nácik tettek, majd rögtön utánuk a kommunisták, akik a gulágra vitték a kulákokat, családi úgy, ahogy vannak, mert hogy valamit véltek, hogy elkövettek. Akkor nem értetted utáni meg az előző mondataimat. Bocsánat, én azt mondtam neked, hogy a felnőtteket is, azért, mert valaki elkövette, de előtte volt még egy mondatom, és magyarul mondtam, hogy vannak olyan bűnelkövetői családi formák, ahol a család sokkal erősebb. Én azt gondolom, cigányvajdák, sőt cigányvezetők is mondták, hogy sokkal többet tudnak elérni a családon keresztül. Teszem azt mondja az egyik roma vezető, hogy ha elmész lopni, legalább ne őj, ne gyilkolj, mert annak következménye lesz a családodra is. Bocsánat, hadd szakítsam meg. Tehát először is azt tisztáztuk, hogy nem cigányokról beszélünk, hanem bűnelkövetőkről beszélünk, mert hogy ugye ez mindegy, nem tudnál mit kezdeni, vagy nem tudna, bocsánat, ebben a helyzetben kezdeni a nem roma családokkal, nincsen vajda, hanem van egy egyszerű gyerek, aki elmegy, lop, rabol, akármit csinál, hú, fehér, 17 éves, de mégis meg kellene büntetni az apját. Mégis meg kellene büntetni az apját, aki viszont lehet, hogy egy gyári munkás egész nap a gyárban dolgozik, 12-16 órát, 12-16 órát, de a kollektív bűnösséggel az erről szól. Hogy ezt egyértelműen, csak akkor olvassuk fel, hogy mégis miről szól ez a javaslat. Három segélyt vonnánk meg tulajdonképpen ezektől az szülőktől, foglalkoztatás, helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély és az átmeneti segély. Na most, aki dolgozik, attól nem lehet ezt elvenni, hiszen ő nem kap ilyet természetesen. Itt azokról a családokról van szó, akik gyakorlatilag munkanélkül élnek évek óta, vagy hónapok óta, vagy akár évtizedek óta, és ezért elméletileg nekik több lehetőségük van arra, hogy a gyereküket neveljék, mint az, aki 8-10-12 órát dolgozik, és erre nincs lehetőség. Nem egy gyerek él, segélyből él ez a család, van mondjuk három gyerek, az egyik elmegy lopni, rabolni, ezért a másik két gyerek, aki 5 éves és 8 éves, most csak a hasamra ütöttem, ő nyomorultabb körülmények között éljen azért, mert a testvére, bátyja, nővére nem fog elment lopni. Nem fog nyomorultabb körülmények között élni, mert nem lesz pénzük, nem még annyi sem. A támogatás, nem, semmilyen családi pótlékot és semmilyen gyermekneveléshez kapcsolódó támogatás. De a szülőktől elveszik az adott esetben egyetlen bevételt. 22.500 forintot, ami jár nekik adott esetben, ez a maximum összeg. Na most én nem hiszem, hogy a szülő 22.500 forintból élne meg egyébként, hanem nyilván jóval több kell most neki. Most tartunk ott, ahol kezdenünk kell a beszélgetést, hogy hogyan nevezhetünk szociális segélynek egy olyan összeget, amiből nem, hogy megélni lehetetlen, hanem nem tudom, egy tehetősebb család, aki menedzserként tényleg egy ebédre költik el a családilag gyakorlatilag ezt az összeget. Tehát ez a kérdés kulcsa, azt gondolom, hogy tudunk-e emberi méltóságnak megfelelő életet biztosítani olyan emberek számára, akik adott esetben semmiről nem tehetnek, csak éppen nincsen munkájuk. És mi
van azokkal az emberekkel, akik 70-80 évesek, leélték tisztességesen az életüket, és ilyen bűnbandának vannak kitéve. A rendőrség mi van azonnal vigye el, itt egyetértek az, hogy kőkemény fellépés kellene azok ellen, akik bűncselekményt követnek el. De akkor nem büntethetünk, ha nem történik meg, mert a rendőrség nem jól végzi a munkáját, váltsuk le a kormányt, partner leszek benne. Pintér Sándor, aki azt mondta, hogy 2 hét alatt rendet tesz, kergessük el a francba, mert nőtt minden bűncselekmény száma Magyarországon, amióta hatalmon vannak. A vagyon elleni bűncselekmények, az élet elleni bűncselekmények, minden nőtt. De akkor viszont... innentől ne arról beszéljünk, hogy azok a szerencsétlen emberek, akik ma már a 47 ezer forintos közmunkapénzt sem kapják meg, hanem csak 35 ezeret, ami a segélye éppen elég, hogy ő velük mi van. Igen, ha neki menni... de én értem a gondolatodat, csak viszont ez nem mentség arra, hogy valaki bűnözzön, gyilkoljon és kegyetlenkedjen. Hát a legszörnyűbb az egyébként éppen Borsodba, Hevesbe és a mi környékünkön, ahol én magam lakok, hogy amikor betörnek adott esetben egy idős asszonyhoz éjszaka, azt rendszerint 99%-ba megkínozzák. Mi szükség van arra, hogy megkínozzák ezt az embert? És ez nem a kormány hibája, nem tisztem védeni a kormányt, ez nem a kormány hibája. Az a baj... De nem ezért gyűltünk össze, azt hiszem, hogy a kínzásokról beszélünk, teljesen egyet fogunk érteni abban, hogy ezeket az embereket hosszú évekkel börtönbe, társadalmi kizárás, stb. Nem róluk beszélünk, azokról az emberekről beszélünk, akik nem követik. Kevesebbet fog az kínozni az ember azért, mert majd az apjától elveszik a segélyt. Hát először nézzük A szülő nem fogja elküldeni lopni, rabolni, mert akkor nyilvánvalóan ő nem fogja kapni ezeket a támogatásokat. A családi pótléknak a bevezetése, mármint átvezetése úgy, hogy iskolába járáshoz legyen kötve, az meghozta az eredményét. Többen járnak iskolába. Visszajönnek most is ezzel a rendszerre. Tehát itt is egy preventív dologról van szó. Megelőzzük azt, hogy a szülők, és a legtöbb esetben miről van szó a gyakorlatban? Kijön a szülő, mondjuk meggyilkolt valakit, 3 év múlva kiszabadul, mert a liberális jogrendszerünknek köszönhetően ennyit Magyarországon egy élet, kijön, és az egyébként a tanárok által becsülettel nevelt gyereket azonnal elküldi rabolni. Számtalan ilyen esetet tudok mondani. Hát ilyen emberek ne kapjanak egy további állami támogatást. Egy percünk van, és ne, most erre gondolom a szót, nem. Liberális módon. Ami engem különösen és a nézőket is érdekelné, hogy hol tart ez a népszavazás. Tehát erről még van egy percünk. Hát nagyon röviden, a parlamentbe is beadtuk ezt törvényjavaslatként, és sajnos azt kell mondanom, hogy a Fidesz a bizottsági ülés, ami ma volt, ugye én vezettem, egyhangulag leszavazta ezt a törvényjavaslatot. Sajnálom. Én is. Helyesen véletlenül. Ugyanakkor viszont a lehet, hogy éppen ma ül össze az OVB, és tárgyalják meg ezt a népszavazási kezdeményezést. Hozzá kell tennem, hogy sajnos a Fidesz frakciójából ugyanilyen hasonló elvek alapján voltak páran, akik érveltek, és hát ez alapján leszavazták. És akkor meg lesz a népszavazáshoz a 2000-re? Az a legkönnyebb, tehát az Borsod megyébe összeszedjük egyedül, abban az egy megyébe meg tudjuk csinálni. Mikor kerülhet ez a nép elé? Mert szerintem döntsön a nép. Hát hivatalosan én bízom benne, hogy nem lesz alkotmányos, vagyis az alaptörvényünkben már büntetés, ez nem kollektív jogállam. Büntetés, itt a szülőkről van szó. A szülők esetében, mint már elmondtam, számos olyan dolog van, ami őket érinti. Ha valakinek a gyereke valamilyen kárt okoz az iskolába, a szülőnek kell kifizetnie. Tehát kollektív, akkor büntetjük a szülőt, mert a gyereke betör egy ablakot. Tehát bűncselekmény, kollektív kiterjesztése, ez tényleg a nácik hozták, illetve a kommunisták. Ez a kettősége is van, nem csak de ez a kollektivizmus, nem az a személy, aki elköveti, hanem valaki más, az, hogy a családból vagy házból. Feljön a széles figyelmet, nem sajnos, szabad ilyet csinálni. Sajnos lejárt a műsoridőnk, erről nem mi tehetek, se a jobbig, főleg te vitted el a műsoridő nagy részét, úgyhogy folytassuk majd ezt a beszélgetést. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, jelentkezünk 2 hét múlva. Köszönöm. A műsor támogatója CBA, a Magyar Üzletlánc.